szigorúban ellenőrzik a vendéglátó helyek teraszait Ferencvárosban. A ma esti razzia alkalmával a Ferencvárosi Közterületfelügyelet a rendőrséggel és a polgárőrséggel együtt karoltva a Tompa utcában és a Rádai utcában ellenőrzik a vendéglátó helyek nyitvatartását és zajcsökkentését. Itt a Rádai utcában milyen jogszabályok vonatkoznak a vendéglátó egységekre? Hát a legfontosabb az a zárás. Éjfélkor itt abszolút be kell zárni minden teraszt. Az éttermek bent azok nyitva lehetnek tovább, de a teraszokra van egy nagyon szigorú rendelet. 11:30-tól már nem szabad a vendéget kiszolgálni, hogy esetleg az utolsó kortyokat meg tudja inni, és éjfélre a terasznak teljes mértékben be kell záródni. Környezethez viszonyított zajkibocsátás. Lényege az, hogy a környezethez képest ne legyünk hangosabbak a környezeti zajoknál sokkal, illetve hát a lakókat lehetőség szerint a legkevésbé zavarjuk a nyugalmukban, a pihenésükben. Igen, itt van a zajkibocsájtás egyik témája. Delícia, así mi Marta. Ay, se chupego, ay, ay, se chupego. Delícia, delícia, así mi Marta. Ay, se chupego, ay, ay, se chupego. La me gusta la Budapest. Akkor folytassuk is a beszélgetést. Minek köszönhető ez a fajta szigorítás? Ez nem tartom szigorításnak, tehát gyakorlatilag ez mindig is volt, és mindig is azt gondolom, hogy szükséges volt, hogy a vendéglátósok, a teraszok és a lakók valahogy egy szimbiózisba tudjanak működni. Persze az iménti kis zajkibocsátás az nem, sajnos az egy teljesen különálló téma. Itt az éttermeknek a úgymond működési zajáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha én laknék itt, akkor én is annak örülnék, hogy ha tudnék néha pihenni, ugyanakkor a teraszok tudjanak működni. Tehát egy egyensúlyi helyzetet kellett meghatározni, ami szerintem sikerült. Igazándiból itt az évek során szépen lépésről lépésre haladtunk előre, illetve lépésről lépésre történtek a dolgok. Most már látjuk, hogy éppen éjfél lesz néhány perc múlva, minden terasz be van zárva, minden terasz össze van pakolva, vendégek most már szépen hazamentek, lassan az utcát is elhagyják, és máshol örülnek annak, hogy de szép Budapest. Te mit szólsz ehhez, mint vendéglátós ehhez a fajta szigorításhoz? Hát én örülök neki, előbb bezárunk, előbb megyünk haza, meg a lakók körülöttünk se hallják a nagy zajt, és mindenki nyugodtan tud pihenni. Van egy időintervallum, azt betartjuk, és szabályoknak megfelelően. Nektek mikor kell bezárni? 30-kor. 11:30-kor, akkor van vége, de akkor már úgy, hogy pakolunk. Akkor már nem zavarhatjuk a lakókat, és ez így is van helyén rendjén. Ti hallottatok már egyébként ilyen panaszról, bejelentésről a lakókat illetően? Nem. Speciál én nem, de étteremben a kollégák se. Hallottunk volna, akkor az én láncreakció szerint körbe megy, és akkor mindenki tud róla, de eddig nem tapasztaltunk ilyet. És ez mennyire befolyásolja a vendéglátóhelyek működését? Az, hogy előbb zárunk be, vagy... Hát igen, a vendégek kicsit szomorkásak, hogy itt a jó idő, és ugye nem lehet kint lenni, de van egy jogszabály, és ezt kultúráltan közik a felszolgálók a vendégek, és mindenki megérti, nem volt ilyen panasz még, hogy esetleg előbb zárunk, vagy még szeretnénk mulatgatni, vagy valami, semmi gond, megértik az emberek. Fiatal képviselőként biztosan élsz meg pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt, de hogy éled meg ezt a szigorítást? Hát, hogy az elmúlt másfél-két órából egyébként láthattuk, egyaránt fiatalak, idősebbek egyébként betartják, úgy néz ki, hogy betartják az általunk hozott szabályokat. Én nem találkoztam egyébként olyan fiatallal itt a környéken, akinek egyébként helyzére esett volna tényleg éjfél vagy éjfél előtt elhagyni ezeket a vendéglátó teraszokat. Thank you.
mi Tompó utcai lakos rendkívül örülök neki, és nagyon üdvözlöm ezt a határozatot, és ezután is köszönöm a képviselőnek és a polgármester úrnak, mert igazából is sokkal élhetőbbé tették ezt az utcát nekünk. Nagyon pozitív volt a tapasztalat, hiszen a vendéglősök látható, hogy komolyan veszik a rendeletet is, és a közterület felügyelet, illetve a rendőrségnek a munkáját, hiszen időben abba hagyták a kiszolgálást, és éjfélre bepakoltak. A 100-nál több vendéglátóipar egységből két helyen volt némi kis eltérés, de zajot sem volt, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívan értékelem. A békés egymás mellett élés az egy nagyon fontos rendszabály. Ugye a Rádai utcában több mint 15 év tapasztalat alapján alakult ki ez a helyzet. A Tompa utcában most tanulják a vendéglősök ezt a folyamatot, de azt látni, hogy a többség partner a hivatalnak és az önkormányzatnak, és tudjuk őket segítségül hívni annak a néhány vendéglátósnak, étteremnek a megfékezésében, vagy hát meg rendszabályozásában.